A sálak színe is mutatják, hogy milyen szakokról búcsúztak el az idén a hallgatók. Wenninger Eszter és Weit Gyöngyi német nemzetiségi tanítóként végeztek. Ők már általános iskolában tanítanak, és reményeik szerint ezentúl az alsósokat is oktathatják majd. Én felszabadultam teljes mértékben. Nagyon jó volt ide járni, mert nagyon sok érdekes dolgot tanultunk, meg számos érdekes órán részt vehettünk, de azért mégiscsak nagyon örülünk neki, hogy most távozhatunk a diplománkkal. Miért éppen ezt a szakot választottad? Nekünk már volt egy szakmánk, német tanárok vagyunk, és szerettünk volna alsó tagozaton is tanítani németet. Építőmérnök szakon, területi vízgazdálkodás szakirányon végzett Fodor Zsuzsanna, akinek a munkájához volt szüksége erre a képesítésre. Nagyon szerettem ide járni, nagyon jó volt a társaság, imádtam az oktatókat, nagyon jó hangulat van a főiskolán. Az ünnepségen a diplomákon kívül átadták a szolgálati emlékérmeket és a Baja felső oktatásáért díjakat. A hallgatók a versenyeken való jó teljesítményeikért vehettek át elismeréseket, és a díszdiplomásokat is köszöntötték. A főiskolán 70 éve végzett tanítóként Kovács Tököli Sándor, aki Rubin diplomát kapott. Azt mondta, örömteli, hogy az ember 90 éves korában még el tud jönni az ünnepségre. Ez önmagában is sokat mond, de azt is jelenti, hogy ez az elmúlt 70 esztendő, amiért most ezt az oklevelet kaptam, nagyon sok, hogy mondjam, eseményt, történelmi eseményt tartalmaz, és ez az iskolánknak a nevében is követhető. Főleg pedagógus és építőmérnök szakon végeztek a hallgatók, de más területek is egyre népszerűbbek, összegezte az évet a rektor helyettes. Mi is azért fölismerünk bizonyos változásokat, akár demográfiai, társadalmi, gazdasági igényváltozásokat, hogy megindult a diplomák palettáját tekintve egyfajta diverzifikáció. Tehát most kerültek először átadásra vízügyi közgazdász diplomák például. A következő tanév szeptember 5-én indul mintegy 850 hallgatóval.